Az idei az első olyan karácsonyunk, amelyet a koronavírus járvány miatt kicsit másképp élhetünk meg. A jelenlegi helyzet arra késztet bennünket, hogy újra gondoljuk az életünket, amire szükség is van ahhoz, hogy ne laposodjunk el, mondta el megkeresésünkre a nyíregyházi evangélikus lelkész. Szavai szerint a karácsony ugyanakkor az állandóságot képviseli. A karácsonyt nem kell újra gondolni, mert a szeretet, az Isten szeretetének az állandósága az adott. Legfeljebb aktualizálni lehet. És én azt gondolom, hogy talán két fontos dimenziója van ennek. Egyrészt azt, hogy bezártságban és karanténban vagyunk, de a karantén az fölfelé nyitott. Nincs ez a karantén, ami a Jóistentől elválasztana bennünket. A másik pedig az, hogy az igazi és valódi szeretet az a karanténokon is átsugárzik. Laborci Géza hozzátette, jobban meg kell becsülnünk a karácsonyi ünnepet és emberi kapcsolatainkat. Ha sikerül rádöbbennünk, hogy a szeretet nem szezonális műfaj, hanem egy egész évben való kedves és fontos feladatunk, akkor a karácsony megélése is könnyebb lesz, fogalmazott a lelkész. A katolikusoknál a húsvét után a második legnagyobb ünnep a karácsony, amely azért különleges, mert egy emberi észre fel nem fogható dolgot ünneplünk ilyenkor, azt, amikor az Isten emberré lett. Egy római katolikus plébánus szavai szerint az ünnep azt mutatja és tanítja nekünk, hogy nem egy távoli, hanem egy közeli Istenünk van, aki vállalta az emberi életet és sorsot, egyúttal részt vállalt a mi életünkben is. Ő is arról beszélt híradónknak, hogy a mostanihoz hasonlóan a különleges helyzetek jó lehetőséget adnak arra, hogy újból átgondoljuk, átértékeljük ünnepeink jelentőségét, amelyeket gyakran veszélyeztet a szokássá válás hatalma. Szép dolog ugye az, hogy éjféli misére elmegyünk, meg a család összejön, ajándékot ad. Ugye ez a vírus ez azért jó lehetőség arra, hogy a mélyebb értelmét egy kicsit átgondoljuk annak, hogy mit is jelent ebben a mulandó földi életben, ebben a változékony földi életben az a hit és az a meggyőződés, hogy mindig van kire számítanunk az Isten képében is. Ugye ez az is nagyon fontos, hogy ilyenkor az emberek megpróbálnak közelebb jönni egymáshoz, fizikálisan általában. Családok összejönnek, esetleg baráti társaságok. Most jó lenne egy kicsit ugye az Istenre is figyelni, tehát hogy ne csak az embertársaimmal legyek közelebb, és ne csak velük foglalkozzak, hanem helyettük talán egy kicsit az én Istenemmel is. A plébános elmondta, a hazai római katolikus egyházban okosan, a biztonságot és egészséget szem előtt tartva, ugyanakkor méltóképpen szeretnék szertartásokkal megünnepelni a karácsonyt.